Egy 2009-es Európai Uniós irányelv előírja, hogy időközönként ellenőriztetniük kell a gazdáknak permetező gépeiket. Magyarországnak itt is nagy hiányosságai vannak, mondja Jaksa Péter. Hazánknak ez már egy ilyen régebbi úgymond tartozása az Európai Unió felé. Nagyon nehezen álltak fel ennek a intézményi, illetve technikai hátterei. Még így sem mondható 100%-osnak, de az idén nagy előrelépések történtek ezen a téren. Magyarországon felállították a felülbírálatra jogosultak névjegyzékét. Itt lehet lebonyolítani az úgynevezett műszaki vizsgát. Itt van egy kettőssége ennek az előírásnak. Az új gépek esetében 5 éven belül meg kell történjen ez a felülvizsgálat. A legegyszerűbb az, amikor már az új gép eladója egyben ezzel a felülvizsgálattal együtt felmatricázva adja el ezt a permetezőgépet. Az ennél idősebb permetezőgépeknél pedig 3 évente kell megtörténjen ez a felülvizsgálat. Ez nagyban függ a permetezőgép típusától, kialakításától, ugyebár itt beszélünk légi növényvédelemtől kezdve, hidas traktorokon keresztül, úgymond hagyományos szántóföldi permetezőgépekről. A legjobb tudomásom szerint ez körülbelül olyan 50 ezer forinttól néhány 100 000 forintig terjedő összeg szokott lenni. Egyértelműen fogalmaz a jogszabály, a 43/2010-es FM rendelet. Abban az esetben, ha ez a felülvizsgálat nem történik meg a növényvédelmi kiuttató géppel, a növényvédelmi munka nem végezhető. Több millió forinttól is elhessett az a mezőgazdasági termelő, aki nem tesz eleget ennek az előírásnak. Kettős módon is történhet ennek az ellenőrzése. Van az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés ellenőrzés, ami a rossz szóval mondva területalapú támogatás ellenőrzése, hivatalosan az egységes kérelemben beadott támogatásoknak az ellenőrzése. Ha itt tapasztalnak növényvédelmi hiányosságokat, aminek része lehet akár ez a permetezőgépek felülvizsgálatának a hiánya, akkor támogatás megvonás is történhet, de ezen kívül növényvédelmi bírságot is kaphat az illető. Az országban nincs túl sok hely, ahol ezt a műszaki vizsgát lebonyolíthatják a gazdák. Jelenleg azért országosan nem túl sok helyen történik még a mai napig sem ennek a felülvizsgálata. Az én tudomásom szerint megyénkhez legközelebb eső ilyen állomás Sárbogárdon van. A megyében én nem tudok egyelőre ilyen állomásról, ahogy felállt volna. Tehát Sárbogárd a legközelebbi. Most csak azért néhányat említenék ezek közül, az alkatrészek közül, aminek az épségét és a funkcionalitását nézik. Ilyen például a tartály, a szivattyúknak a megfelelő működése, szűrőknek a jó állapota, szórófejeknek a minőségi állapota megfelelő kell legyen, a kiszórókeret, és még sorolhatnám, tehát azért elég bonyolultak ezek a gépek, és lényegében ami a kijuttatásban részt vesz, és a minőségét meg tudja határozni a növényvédőszernek, azoknak az alkatrészeknek a valamennyi darabját megnézik, hogy minőségileg megfeleljen. A mezőgazdaságban tevékenykedő szakembereknek is az az érdekük, hogy jól működő, jó műszaki állapotban levő permetezőgéppel hajtsák végre a munkát, és megfelelő módon szórja a gép a növényvédőszert, mondja Jaksa Péter. Ám a mezőgazdasági termelők sokszor nem is tudják, hogy milyen állapotban van a gépük. Ennek azért lehetnek olyan jellegű következménye is, hogy plusz növényvédőszert használ, tehát lehet anyagmegtakarítást is elérni. Nem ritka a 30-40%-os anyagmegtakarítás, itt azért nem olcsó szerekről beszélünk legtöbbször, és természetesen ahol anyagot tudunk megtakarítani, ott költséghatékonyságot is tudunk elérni, illetve hát a környezeti terhelés is természetesen kisebb lesz. A mezőgazdasági termelőknek 2021 év elejéig kell erre sort keríteniük. A szabály ugyanis úgy szól, hogy addig minden növényvédelemben résztvevő gépnek át kell esnie egy ilyen felülvizsgálaton.